Sziasztok, Fid vagyok, és ebben a videóban megoldjuk a Nami Klíma egyetlen egy problémáját jelenleg, mégpedig azt, hogyha fékezel, akkor úgy marad a féklámpa, és a kijelzőn féket érzékel. Ezt tegnap csináltam erre, mert első húzásra összesütötte. Van, amikor úgy marad, és nem tudsz valamit, semmit kezdeni vele, és van olyan, amikor csak kiszeded, megkocogtatod, és megint jó. Túl nagy áramfelvételt kap ez a kis kapcsoló hirtelen, és úgy maradnak a kis érintkezői. Ezen már rajta van a tesztkábelem, itt van betűzve. Meg lehetne vágni a fékszenzort is kábelen, de hát hogyha most már van itt ennyi csatlakozó, és itt sem használom semmire, akkor nem a gyári kábelt fogom elvágni, hanem megcsinálom ilyen betolthatóra. Itt van egy csomó ilyen ellenállás, nem vagyok nagy elektroműszerész, semmilyen végzettségem nincs, mindenre magamtól jövök rá, bármennyire is azt hiszitek, hogy én tudok mindent, mert volt rá példa. De ezeket mind végigpróbáltam, és a nagy ellenállásossal halványan világít a lámpa, és minél lejjebb megyek ellenállásba, annál jobban világít, és ide rá van írva nekem, hogy 11 ohm, eddig ez vált be a legjobban, már jó pár kilométert teszteltük a kis klímát, és most gyártani fogok hozzá kábelt. Itt van készen, be lehet toldani a gyári fékkarhoz, és így néz ki, majdnem teljesen készen, a zsugorcső még rámegy ide, és igazából ennyi. Ezt a videót csak azért csinálom, hogy aki mondjuk aliról rendelte, annak egy segítség lehet, nem biztos, hogy pont azon elég ez az ellenállás, de inkább mint szétvágni a gyárit mindig, mert így csak egy köztes megoldás, ami oldható, hogyha tényleg valamiért megtéped véletlen a fékszenzort. Ez a videó ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek. Fid voltam.